Jó estét kívánok! Ha bármely ex-miniszter akarja, már saját maga is nyilvánosságra hozhatja, hogy együttműködött-e a pártállam titkos szolgálatával. A titok gazda ugyanis feloldotta a korlátozást, tehát immár nem sért államtitkot az, aki felfedi együttműködését a hármas főcsoport főnökséggel. Lássuk ma esti témánkat. Bajánál tetőzik a Duna, a folyó felső szakaszán már takarítanak a levonuló ár után. A védett vadak zöme vízbe fullad, vagy éhen pusztul Gemence. Bokáig gázoltak a jégben a dél-dunántúliak az éjszakai jégeső után. És a repülő nagypapa 160-nal hasította a felhőket egy repülőgép szárnyához kötve. A polgári titkos szolgálatokat felügyelő államtitkár feloldotta a titkosságát azoknak a dokumentumoknak, amelyek az egykori kormánytagok állambiztonsági múltjára vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy az érintettek nevei és a róluk szóló információk nyilvánosságra hozhatók. A polgári titkos szolgálatoknál végzett vizsgálat minden érintetről azt állapította meg, hogy egyikük esetében sincs már nemzetbiztonsági kockázata a rendszerváltás előtti tevékenység felfedésének. Azokat a tényszerű adatokat, amelyek az érintettségre vonatkoznak, és annak bizonyítékául szolgálnak, azokat ennek a döntésnek megfelelően nyilvánosságra hozhatja. Tehát nincs államtitok ezekben az adatokban. Információink szerint a polgári titkosszolgálatok 8 politikus múltjának felderítéséhez járultak hozzá. Két személy esetében a honvédelmi miniszternek kell nyilatkoznia. A parlamenti vizsgálóbizottság a hozzájárulás birtokában a végleges jelentésben hozza nyilvánosságra a neveket, akkor is, ha az érintett ehhez nem járulna hozzá. A titkos szolgálatok engedélye azt is jelenti, hogy ez magukat az érintetteket is mentesíti a hallgatási fogadalom alól. Így amelyikük szeretné, a nyilvánosság előtt is megmagyarázhatja tevékenységét. Itt van velünk Mécs Imre, a parlamenti vizsgálóbizottság elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit jelent ez a mai döntés? Mikor és hogyan fogják a jelentést nyilvánosságra hozni? Nagyon fontos ez a döntés, hiszen jelenleg ez a legnagyobb akadálya annak, hogy a bizottság a végén, a jelentésében ezeket az adatokat nyilvánosságra hozza. 8 személy esetében holnap megkapjuk a levelet, 2 személy esetében pedig a honvédelmi miniszteren keresztül kapjuk meg a titokgondák gazdáknak. Ön tudja ezt a 8 nevet, illetve a 10 nevet? Természetesen, hogy tudom ezt a 10 nevet. De úgy gondolom, hogy ideje korán lenne, hogy erről bármit mondanánk. Az egyenlő elbírálás elve érdekében együtt kell majd ezt nyilvánosságra hozni. Mikor lesz az a pillanat, amikor önök ezt nyilvánosságra hozzák? Én úgy gondolom, hogy szeptember első felében, akkor, mikor már ülésezik az országgyűlés, mi az országgyűléshez fogjuk beterjeszteni a jelentésünket az adatokkal, a személyek neveivel, tevékenységükkel együtt. Ez tehát akkor kap először nagy nyilvánosságot, amikor az országgyűlés előtt ön felolvassa a jelentést? Igen, hát ennek a technikai részleteit még a ház vezetésével meg kell beszélni, mert szeretnénk, hogyha addig bizalmas maradna ez az adat, hiszen az egyenlő elbírálás, egyenlő eljárás elve nagyon fontos alkotmányos alapelv, és senki se szeretnénk kitenni előzetes találgatásoknak. Miért nem hozzák akkor rögtön holnap nyilvánosságra, hogy a találgatásoknak elejét vegyék? Azért, mert még nem fejeztük be teljesen a munkánkat, vannak még eldöntendő kérdések. Tehát még bizonyítandó ez a 8, illetve 10 személy érintettsége is? Ezek tekintetében a bizottság 4 tagja teljesen egyöntetű álláspontot foglalt el. Van még 6 érintett személy, akiknél a bizonyítottság különböző mértékű, ezeket kell még átnézni, és nem lehet kizárni, hogy ebben az időszakban, amik elkezendő 2 hétben még további adatokat kapunk. Mi van akkor, hogyha az érintettek közül, most már ugye a feloldozás birtokában, a felhatalmazás birtokában bárki előáll és azt mondja, hogy ez és ez szerepelhet rólam azokban az iratokban. Tehát nem várja meg az önök által. Ez szíve joga, és az ő megítélésén múlik.
Én ezt egyáltalán nem ellenzem. Úgy gondolom, hogy mindenkinek joga van, hogy elébe menjen a dolgoknak, és a saját szavaival mondja el. Ezáltal árnyaltabbá válik a kép, és az egész dolog kétoldalúvá válik. Tehát ezt majdnem, hogy támogatjuk. Ez előnyére válhat az érintettnek, hogyha ő maga tesz úgymond idézőjelbe beismerő valamást? Feltétlenül. Hát nem, ugye ezt nem szabad rögtön negatívumként kezelni. Ez egy tény, ami az előző rendszert jellemezte, és ezen a tényen belül ugye mindenki megmondhatja, hogy mit, miért, hogyan csinál. Tehát nem feltétlenül negatív. Semmilyen ítéletkalkulust nem rendelünk hozzá. Azt mondjuk, hogy a választópolgároknak és a társadalomnak van joga arra, hogy ezt megítélje, viszont ismernie kell az adatokat a politikusairól. Az adatok azok tartalmazni fogják, tehát pontosan, hogy melyik 3/hányas főcsoportfőnökséggel milyen kapcsolatban állt az illető személy. Igen, és milyen tevékenységet folytatott. Mécs Imre, mindjárt folytatjuk. A közelmúltban sok kormánytag, sok volt kormánytag jelezte, köztük Orbán Viktor, Boros Péter is, hogy nyilvánosságra hozható minden olyan dokumentum, ami róluk a belügyi irattárban található. A rendszerváltás utáni kormánytagok közül eddig többek között Kövér László, Várhegyi Attila, Martonyi János és Mádl Ferenc jelezte, hogy semmilyen róluk szóló titkosszolgálatokra vonatkozó információ nyilvánosságra hozatalához nem járulnak hozzá. Járai Zsigmond szintén elzárkózott ettől, majd később önként feltárta múltját. A vizsgáló bizottság egyébként őróla nem talált adatokat, ám beismerésével legalább 11-re emelkedett a lehetséges érintettek száma. Azt egyelőre nem tudni, hogy a bizottság által felderített 10 politikus között szerepele Boros Imre, az Orbán kormány fárügyekért felelős minisztere. Ő ugyanis hamisítványnak nevezte azokat a Népszabadságban megjelent dokumentumokat, amelyek az ő szigorúan titkos tiszti múltjáról szólnak. Folytatjuk Mécs Imrével. Az imént ugye láttuk, hallottuk azoknak a politikusoknak a neveit, akik nem járultak ahhoz hozzá, hogy az adatokat nyilvánosságra hozzák ővelük kapcsolatban. Mi lesz azoknak az esetlegesen meglévő dossziéknak a sorsa akkor? Én úgy gondolom, az egyenlő elbánás elve az alkotmányos alapelv, és semmilyen kivételt nem lehet tenni. Bármennyire tiszteljük a köztársasági elnök urat, de nem ebben a minőségében került a bizottságnak a látókörébe, hanem az Antal kormány minisztereként, vagy mások is, akik itt kijelentették, hogy nem járulnak hozzá adataik. Azért itt nem személyes adatokról van szó, hanem közérdekű adatokról, és a közérdekű adatokra vonatkozóan az adatvédelmi törvény a közétételt tekinti alapállásnak, és a kivételesen lehet ettől eltekinteni. Hát maga az ombudsman is tiltakozott a nyilvánosságra hozatal ellen. Az ombudsman egy nagyon részletes véleményt adott és ajánlást, ebben nem tért ki a közérdekű adatokra. Tehát ez féloldalas az ombudsman ajánlása, a másik fele a törvényben ott van, és azt is figyelembe kell venni. Kitűnő szakértőktől kértünk véleményt, amelyek szerint a volt kormánnyal együttműködő személyeknek az adatai közérdekűek, az Alkotmánybíróság több alkalommal elvéllel alapította ezt meg, tehát úgy gondolom, hogy ez semmiféle pönállással nem jár, semmiféle negatív ítéletet nem mondunk, mi ezeket az adatokat nyilvánosságra hozunk. A köztársasági elnök egyenesen azt mondta, hogy alkotmányba ütközőnek tartja a vizsgálóbizottság működését, illetve azt, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket az adatokat. Ez engem nagyobb meglepett, és arra gyanakodtam, hogy talán valami torzulás volt a csatornában, hiszen ő köztársasági elnökként egy olyan kérdésről nyilvánított véleményt, amelyben személyesen is érdekelt egy másik minőségében. Ezért írtam a köztársasági elnök úrnak levelet, amiben kértem, hogy mondja meg, hogy milyen minőségben nyilatkozott. Mert amennyiben az Antal kormány minisztereként nyilatkozott, akkor tökéletesen elfogadom a ő véleményét. Ez egy személyes vélemény, ő így ítéli meg a dolgot. De a köztársasági elnöknek ugye más a minősége, és ebben az esetben ezzel messze menően nem értünk egyet, és teljesen törvényesnek és alkotmányosnak tekintjük a munkánkat. Önök tehát összegezve a közérdekűnek tartják mindezeket az adatokat, és azt mondják, hogy a magyarországi választópolgároknak, ha lehet így fogalmazni, joguk van megtudni saját maguk által választott politikusaik múltjáról szóló információkat.
Pontosan, és erre kötelez is minket az adatvédelmi törvény, ezt elmondjuk. Tehát ez a személyes adatok védelme fölött álló jog. Pontosan, ez a másik része az adatvédelmi törvénynek. Ez épp úgy joga a polgároknak, hogy megtudjanak információt, mint hogy bizonyos személyes információk fölött rendelkezzenek. És végül nagyon röviden, mire számít a következő majdnem 3 hétben találgatások, beismerések, mi fog következni? Hát én úgy gondolom, hogy ha valaki elébe megy a dolgoknak, és ezt elmondja, akkor ez hasznos dolog, de ezt ő neki kell mérlegelnie. Mi úgy gondoljuk, hogy egyszerre hozzuk nyilvánosságba, és akkor ebből jelenség lesz. Tehát nem egy-egy személyre csúcsosodik ki a dolog, hanem az fog kiderülni, hogy kérem a múltnak a kísértete, az elmúlt rendszert fogják értékelni ezzel és minősíteni, és ezt tartom a legfontosabbnak, hogy a nemzettudat ezt tisztában tegye. Ez egy fontos lépés. Az őszi törvény fogja ezt betetőzni, amely a kutatást fogja biztosítani, és a nemzeti önismeret kialakulását. Mécs Imre, köszönöm szépen. Én is köszönöm. A vártnál lassabban halad az árhullám a Duna magyarországi alsó folyásán. A folyó Tolna megyei szakaszán Bátán a legsúlyosabb a helyzet, mintegy 100 házat fenyeget az ár. Eddig 14 családot kellett kiköltöztetni. Bajánál 943 cm-rel tetőzött a Duna. A város környéki nyári gátak már víz alatt vannak. A központban fekvő Petőfi szigetvédelmén több százan dolgoznak. A Dunán átvezető közúti hídon nappal 2 óránként, éjjel csak 4 óránként engedik át a forgalmat, mert a gemenci erdő vadjai az útra menekültek az árvíz elől. A telefonban van kollégánk, tudósítónk Szilágyi Jenő, aki Bátán van most. Szervusz Jenő, mi a helyzet az árvízi mentésben? Szervusz Laci, köszöntöm a nézőket. Bátán jelen pillanatban is 300 ember dolgozik a gátakon, eddig csak nem 20 ezer zsákot tette ki a falu mélyebben fekvő részeibe. A védekezési munkálatokat már 9 nappal ezelőtt akkor megkezdték, amikor az árhullám még el sem érte Magyarországot. A helybeliek ugyanis tisztában voltak vele, hogy 9 méteres magasság felett veszélyben lesznek a házaik. 4 napja 14 családot ki kellett telepíteni, egy részüket ideglenesen a TS irodában helyezték el, de voltak olyanok is, akik rokonokhoz, ismerősökhöz költöztek. A faluban mintegy 100 ház van közvetlen veszélyben, a helyi védelem vezetőjének, a település polgármesterének irányításával vasárnap óta éjjel-nappal töltik a zsákokat, eddig több mint 1500 köbméter homok fogyott el. Miért különösen veszélyes ez a folyószakasz ott Báta környékén? Báta alatt korábban a Duna főága folyt, még kikötője is volt a falunak, a folyó szabályozása után a Nagy Duna messzebbre került, a régi főágtól pedig holtág lett, a végén gáttal. A két ág között pedig egy körülbelül 2 kilométeres ártér alakult ki. A mostani magas vízállás miatt a gáton már a múlt héten átbukott a víz, így a holtágban megfordult annak mozgása is. Ez a hatalmas víztömeg veszélyezteti most a falut. A híradások arról is szóltak, hogy esetlegesen a honvédség segítségét is igénybe veszik a védekezésben. Ez így történt? A honvédség a melletti lévő faluban Dunaszekcsőn dolgozott, a védekezésben azonban itt nem csak helyiek segítettek. 2 napja itt dolgoznak az életjel kutyás mentő kutató egység tagjai is, akik Szolnokról érkeztek. Ők eredetileg a gemenci erdő vadjait jöttek menteni, de miután belátták, hogy ott már nem tudnak sokat segíteni, átjöttek ide Bátára. Ezen kívül egyetemisták is jelentkeztek, hogy szívesen dolgoznak itt, ha szükség van a munkájukra. Egyébként a legveszélyeztetettebb helyeken aggregátorokról működtetek, fényszórókkal világítanak, de eddig már majdnem 400 fáklya is elfogyott. Az ittenek egyébként már nagyon várják, hogy a 8-10 órás tetőzés után, ami jelen pillanatban is tart, valamikor hajnalban meginduljon az apadás. A mai éjszakát kell átvészelniük, aztán holnap este valószínűleg már mindenki pihenhet. Szilágyi Jenő Bátáról köszönjük a tudósítást! A gemenci vadak, a védett vadak helyzete kilátástalan. Az ömük vízbe fullad, vagy éhen pusztul, és amint az előbbi tudósításból is hallhatták, a helyzeten sajnos már alig ha lehet változtatni. Ma délelőtt a Gemenc RT-nél összeült a válságstáb. Az erdőt 6 nappal ezelőtt öntötte el a víz, a szakemberek arról tárgyaltak, hogyan tudnának segíteni a még életben maradt vadaknak. A több mint 14 ezer hektáros területen a vadmentő dombok és a magasabban fekvő részek nyújtják az egyetlen túlélési lehetőséget az állatoknak. A Nemzeti Parkot átszelő úttól alig 30 méterre több mint 200 őz és szarvas gyűlt össze. A vadászok csak száraz helyre tudnak élelmet kitenni nekik, ez pedig már csak az út lehet. Éjszaka csapatostól lepik el a vasúti töltést, és minden takarmányt megesznek.
Ott már, ahol bántának, nyakig vagy hasig a vízbe, oda nem tudunk takarmányt vinni neki, ott nem akarjuk őket bántani. Kiterelni a vadat nem lehet sehová se, úgyhogy még tetészhet a baj, még nagyobb lehet. Ezt az elhullott őzikét tegnap ilyen állapotban találtuk, mára azonban a testéből alig maradt valami, az éhező vadak megzabálták. Az etetésen kívül a legnagyobb gondot a vadászoknak most az jelenti, hogyan tartsák távol az erdőben csónakkal közlekedő és vadakra leső kíváncsiskodókat. Hangoskodásukkal elriasztják az egyébként is végtelenül elcsigázott állatokat, és ezzel a vesztüket okozzák. Itt van velünk Varga Miklós, az Országos Műszaki Irányító Törzs helyettes vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hol arról beszélünk, hogy a vártnál gyorsabban, hol arról, hogy lassabban vonul le az ár? Mi most a helyzet, ön tudja legjobban? Azt gondolom, hogy a vártnál némileg gyorsabban vonul le, hiszen ma esti adatok szerint már Mohácson, az utolsó magyarországi mércénél elkezdett tetőzni a folyó, most már 3 órája állott a víz. Természetes, hogy aki védekezik és erőfeszítésekkel, többnapos erőfeszítése igyekszik az otthonát megvédeni, annak nagyon lassúnak tűnik ez a levonulás. A sebességtől ugye az is függ, hogy mennyi időt kell a gátaknak kibírni a nagyon magas vízállásnál. Ön mire számít, lesz-e gátszakadás, meddig bírják? Azt gondolom, hogy nem lesz gátszakadás. A fővédvonalakon gyakorlatilag az ár 25-én elhagyja Magyarországot, tehát az árhullám vége is. A tetőzés pedig ma hajnalban úgy gondolom, hogy bekövetkezik úgy Mohácson, hogy elindul a zapadás is. Emberek élete gondolom veszélyben nem forog, miután a szükséges intézkedéseket megtették. Hány családnak kell feltehetőleg még elhagyni a otthonát? Azt gondolom, újabbaknak már nem kell elhagyni. A két legveszélyeztetettebb hely, Báta és Dunaszekcső, amit a riportban láthattak a nézők. Szó volt a riportban ugye a gemenci vadállomány kilátástalan helyzetéről. Ez ügyben nem lehetett volna valami védelmi intézkedést korábban megtenni? Gyakorlatilag csak az az egyetlen megoldás, hogy az ártéren, illetve itt a hullámtéren vadmenekítő dombokat készítettek korábban elődeink. Ezek léteznek, csak ez a víz olyan magas volt, hogy ezeket meghaladta, ezért az állatoknak igazából nincs hova menekülni. Egyrészt megtehetik azt, hogy a Sió árvízkapu és a Báta közötti árvízvédelmi töltésen keresztül átmenek a másik oldalra. Igyekszünk itt olyan mértékig korlátozni a védekezést is, illetve a közlekedést, hogy ezt ne zavarjuk az állatokat. A másik pedig, ahogy hallottuk, az 55-ös út Pörbő és a Bajai híd között, ahol az ártéren lehetőség van etetni az állatokat, és ezért van időszakos korlátozás alatt ez az útszakasz. Tehát az ár levonul, Mohácsnál már tetőzik, és azt mondja ön, hogy 4 nap múlva gyakorlatilag az árvíz veszély megszűnik, gátszakadás, ilyesmitől már nem kell többet tartani. Igen. Megúsztuk az árvizet. Azt gondolom, igen, ahhoz képest, hogy ez az árhullám Nyugat-Európában mit okozott, Németországba és Ausztriába. Úgy gondolom, hogy Magyarország nagyon jó helyzetbe került a tekintetben, hogy a lehető legkevesebb károkozás mellett levonult ez az árhullám. Varga Miklós, köszönöm szépen a tájékoztatást! Miközben az egész ország a Dunára figyelt, Borsod megyéről, mintha elfordult volna a figyelem, pedig a Csereháti károsultak helyzete még mindig reménytelen. Halmajról már egy hete elvonult a Vahonca patak vize, a gond azonban nem ment tovább. Szilágyi Istvánéknak mindenük a leomlott ház alatt veszett, biztosításukat pedig 40 esztendő után tavaly évvégén felmondta a biztosító. Az idős nyugdíjas embernek a kutyáján kívül csak a becsülete maradt. Nem is érti, hogyan történhetett ez meg vele. A kormány ilyen szerződést hagy kötni egy külföldi céggel, hogy ő máru hónapra felmondja a mit tudom, 80 éves biztosítás, mert ez körülbelül 80 éves biztosítás. Az én saját biztosításom 33 év. Szilágyiék eddig 20 000 forintot kaptak a helyi önkormányzattól, 20-at pedig egy karitatív szervezettől. Ennyit kaptak azok is, akiknek csak a pincéjét öntötte el a víz.